Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, innen a Gödöllői Városi Könyvtárból. Én Stanislai Éva vagyok, egy tájékoztató könyvtáros. New York Post szerint az év egyik legjobb könyvének ígérkezik, a Szoba sikerszerzőjének egy új regénye. Talán ismerik Önök is, mutatom a régi könyvet, az előző könyvet. Emma Donahue, a Szoba. Talán ezzel futott be nálunk itt a köztudatba, és itt a könyvtárban, a könyvtárunkban is hosszú sorban állások voltak. Többet kellett belőle vásárolni azért, hogy ki tudjuk elégíteni az olvasóink igényeit. Na most jött egy új könyv. Emma Donahue szintén, ugye ő az írónő, a rokon. Őt szeretném most, ezt a könyvet szeretném most ajánlani. Ez egy humoros, érzékeny, szívmelengető történet egy idős úrról és egy fióról, akiket nemzedékek választanak el egymástól, a jövőjük mégis közös lehet. Noah Salvaggio nyugdíjas vegyészprofesszor, magányosan érdekel New Yorkban, szülővárosában, Nizzába készül, hogy megünnepelje 80. születésnapját. Gyerekkora óta nem járt Európában, csak az édesanyjától örökölt fotók őrzik a II. Világháborús történelmi múlt és a családi legendák titkait. Telefonhívást kap egyszer csak a gyámügyi hivataltól, ő a legközelebbi rokona a 11 éves unokaöccsének, Michaelnek. A fiú apja nemrég meghalt, az anyja börtönben ül, ha Noah nem vállalja a felügyeletét, kénytelenek nevelőintézetbe elhelyezni. Noah kötelességtudatból beleegyezik, hogy magával vigye a fiút a nizzai vakációra. Ez a történet tele van érzelmekkel, a családregénye kedvelőinek elbűvlő és érdekes utazás, és hát aki olvasott már az írónőtől, az ő számára meg biztos, hogy nem lesz zsákmacska. Emma Donahue-ról mit lehet tudni? 69-ben született Dublinban, kétszeres bevándorló, 8 évig volt Cambridge-ben, ahol PhD fokozatot szerzett a 18. századi irodalomból, majd a kanadai Londonba költözött, ott él francia élettársával és két gyermekükkel. Könyveket, színdarabokat és forgatókönyveket is ír. És a Szoba cím, az előbb említett Szoba című könyvéből készült filmért Oscar és Emmy-díjra is jelölték. Korábbi regényei többek között a Csoda, Érzékek tánca, Hétpecsétes titkok. Nizzába akkor szeretett bele, amikor családjával 2 évet töltött a városban. Noah úgy vélte, végül közelgő születésnapja késztette arra, hogy lépjen. A 70-es évei végén járó egyetemi oktató kifejezés elismerést váltott még ki, de a 80-as éveit taposó egyetemi oktató ez ágában sem volt olyan sokáig dolgozni, hogy nevetségessé tegye magát. Az ezredforduló óta egyre nehezebben lehetett lenyűgözni a hallgatókat. Ott ültek az órán, testükön kívülre helyezett aggyal, a kis monitorjaikkal, készen arra, hogy azonnal utána nézzenek az oktató által véletlenül elrontott képletnek. Nem, jobb leállni, mielőtt egyszer leblokkolna a katedrán. Nyugdíjas. Milyen morbid ez a szó. Ennek is egy hónapja csupán. Persze, rengeteg dolga akadt, hogy is unatkozhatna az ember New Yorkban. Csak el kellett döntenie, mivel töltse a napokat. A professzor címet visszautasította, szánalmasnak találta, hogy az egyetemen piszmogjon valami független kutatást végezve. Ha továbbra is edzeni akarja az elméjét, inkább új témát választ. Vagy valami hobbit. Biztosra vette, hogy talál majd valami érdekeset. Csak elég bátorságot kell gyűjtenie hozzá. Ez az utazás volt az első vállalkozása. Arra bátorítom Önöket, hogy minden nap olvassanak legalább 20 percet.